Puskás Tivadar 1844. szeptember 17-én Pesten született. Apja jómódú hajó és bányavállalkozó, egyben Székely ezermester volt. Nagyapja Székely földbirtokos volt, afféle mulatos kedvű, akinek a keze alatt a családi vagyon romlásnak indult. A megmaradt birtokért kapott pénz apja a ditrói Puskás Ferenc hajózási vállalkozó kezén úszott el. Édesanyja Agricola Mária volt. Tivadar a házaspár első gyermekeként jött a világra. Katonás fegyelembe nevelkedett, majd a bécsi Teréziánumban került, de nem bírta a költséget sem otthon, sem Bécsben. Tanulmányai idején meghalt édesapja, és a tőle örökölt kevés pénzen Angliába utazott, hogy ott folytassa tanulmányait. Daliás szép ifjú volt már ekkoriban, kitűnő vívó és nagyszerű lovas. Hamar és nagy akaraterővel megtanult angolul, s hogy magát a tanulásra kényszerítse, leborotváltatta a haját. Ezzel kényszerítette magát az otthon maradásra, ennek érdekében. A tanulmányai mellett egy angol lordnál vállalt nevelői állást, ebből tartotta fenn magát. Idővel a jó sorsa Erdélybe vezette vissza, ahol az angol vasúti társaság helyi képviseletének lett a tisztviselője, majd később főmérnöke. Vállalkozó kedve nem hagyta nyugodni. 1873-ban a bécsi világkiállításon menetjegyirodát nyitott. Az ötlet kitűnőnek bizonyult. Az üzlet jól ment később is. Ám egy nap megelégelte az egy helyben ülést, és kalandvágya az akkor oly titokzatos Amerikába vezérelte. Lenyűgözte az új világ ezernyi lehetőségeivel, és újabbnál újabb találmányaival. Párizsban Thomas Alva Edison találmányainak terjesztésével foglalkozott, de arra nincs adat, hogy mint később felmerült, Edison mérnöke lett volna a Menlo Parkban. Vezetésével épült a párizsi és a budapesti telefonközpont. Az öreg Edison 1911-ben Budapestre látogatva azt állította, Puskás volt az első, aki 30 évvel korábban felvetette a telefonközpont gondolatát. Erre azonban semmi egykorú forrás nem utal. Sem Puskás nem állította magáról, sem a lelkes 1893-as méltató cikkek, hogy ő a telefonközpont feltalálója lenne. Erre a technika történészek szerint azért sem volt szükség, mert annak elve megegyezik a távíró központéval, azt pedig egy Dumont nemű francia mérnök 1850-ben szabadalmaztatta. Edison talán a telefon hírmondóra emlékezett, mely valóban egy telefonokból álló központi egység köré szervezett találmány, csak hogy jóval nagyobb jelentőségű, mint a telefonközpont. Ez volt az eddig ismert első elektronikus hír és műsorszolgáltató közeg a világon, a rádió és internet őse. Ezt valóban Puskás Tivadar találta fel, szabadalmaztatta is, és Budapesten működött a világon először 1893-ban. A pénz, bár bőséggel folyt hozzá, nem tudott bánni vele. Anyagilag folyton nehéz helyzetekbe került valamilyen balsikerű banki ügylet következtében. Zaklatott idegrendszere egy nap felmondta a szolgálatot. A tünetei a mai pánikbetegséghez fogható kilátástalan helyzeteket idéznek. Üzleti útra készülődött, de 1893. március 16-án Hungária szállóbeli lakásán szívrohamban meghalt. Halálát az általa megalapított telefonhírmondó repítette világgá. A legenda szerint Edison megerősítette,
hogy a telefon tesztelésénél Puskás Tivadar használta elsőként a hallom szóból származó halló szót, amely a telefonálásnál azóta az egész világon elterjedt.